hazai fordulók voltak az előzményei a mai mérkőzésnek, és megtisztelően teszünk eleget annak a felkérésnek, hogy az RDSC Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolája és kollégiuma rendezheti meg ma ezt a megyei döntőt. Kik érkeztek ide, kik jutottak be a döntőbe? Örömünkre szolgál az is, hogy Pest megyéből, főváros leszámítva, a három szakképzési centrum, tehát a Ceglédi Szakképzési Centrum, az Érdi Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum intézményei képviseltethetik ma magukat. Ez összesen 5 csapatot jelent. Olyan megosztásban, hogy mind Ceglédről, mind pedig Vácról 2 csapat érkezett, tehát 2-2 intézmény, és nagy lehetőséget jelent számunkra is kihívást, hogy a mi iskolánk KZ ligája is ott szerepel az 5 csapat között 5. a döntőben. A Dabason megrendezett döntő további lépcsőfoka a CEFU futzál országos döntő lesz, mely 3 napon keresztül tart majd. Eddig, ha jól tudom, már egy mérkőzést így megnyertünk a délelőtt, még azért hátra van, 3 órára várható az eredményhirdetés, tehát még nem dőlhetünk hátra. Nyilván pártatlannak kell maradni, tehát itt az összes intézménynek szervezői vagyunk ma, illetve az egész eseménynek Herman Róbert kollégám, iskolatitkár és Marsal Zoltán, biológia és testnevelés szakos kollégám a főszervezője, úgyhogy várjuk, de azért reménykedünk a győzelemben. A Pest megyei szakképzési centrumokból nem csak focisták érkeztek, hanem a vezetőség is képviselte az intézményeket. A futzál döntő megnyitóját követően egy kerekasztal beszélgetésen vettek részt. Ezt követően délután pedig ellátogatunk helyi értékként a Sári Rétesházba, mely az önkormányzat tulajdonát képezi, és a centrum, illetve az iskola tulajdonában álló szakképző központ Nonprofit Kft. Üzemelteti, ott fogjuk megtekinteni a tájházat, és Dabason teszünk majd egy buszos körbejárást a legnevezetesebb pontokkal. Nyilván megtekintjük a Szent István teret, a Kapisztrán tornyot, illetve Dabas nevezetességeit, ami ebbe a rövid időbe belefér, aztán pedig haza fognak utazni a csapatok.